Miután elkészült Sátoraljaújhelyben a belváros rekonstrukció, az önkormányzat a közterületek használatáról szóló rendeletben határozta meg a sétáló utcára vonatkozó szabályokat. Ezek alapján többek között tilos a dohányzás, az extrém kerékpározás, az alkoholfogyasztás, a napraforgó és tökmag fogyasztás a sétáló utcán. A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása azt foglalja magában, hogy ezeket a tiltásokat kiterjesztik a kapualjakra, dufartokra és a Borsos sétány területére is. A Borsos sétányon lakók is többször jelezték, hogy olyan közterületre nem illő cselekmények történnek ott, és ezért is gondoltuk, hogy a Borsos sétányra mindenképp kiterjesszük ezeket a szabályokat, tehát dohányozni ott se szabad, extrém kerékpározást, illetve a szemetelést, illetve a tökmagozást, illetve a szotyolázást is tiltjuk. A pénzügyi bizottság a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámoló tárgyalása kapcsán 2012 második felétől egészen 2013 májusáig terjedő időszakot vizsgálta. A beszámoló azon köztisztviselők, a város főjegyzője és a hivatal dolgozóinak munkáját mutatja be, akik segítik a képviselőtestület és a bizottságok munkáját. Nagyon sokat dolgoznak, előkészítik a testületi ülések anyagát, tulajdonképpen napról napra működtetik a várost, tehát olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek a bizottsági ülésekre, a testületi ülésekre nekünk már egy teljesen pontosan, precízen előkészített munkát adnak. Ez az elmúlt időszak nem volt egyszerű a polgármesteri hivatal számára, hiszen ugye megváltozott a közigazgatási rendszer, a járási rendszer kialakításával a Sátoraljaújhely polgármesteri hivatal működése is megváltozott. Vannak olyan feladatok, amelyek a járási rendszer kialakításával elkerültek a polgármesteri hivataltól, de olyanok is vannak, melyekkel bővült a hivatal munkája. A pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy az átállást sikerült zökkenőmentesen végrehajtani, és ahogyan eddig, úgy a továbbiakban is biztos, hogy pontos, precíz, hasznos munkát végeznek majd a hivatal dolgozói.